Itt vagyunk az Academy Golf Budapest nevű golfpályán Popovics Barnabás profi golfozóval, akivel megnézzük, hogy mit tud az LG Swingshot Golf nevű alkalmazása, amit egy V10-es készüléken futtatunk. Barnabás, mi az a Golf Swing? A Golf Swing egy lendület, amit a játékos az ütőjével csinál, tehát maga a lendítésnek ez a szaknyelvi kifejezése. Igazság szerint ez a teljes lendítés még más néven. Tehát amikor egy jó nagyot ütünk a labdával, miért kell ezt fölvenni, miért kell ezt elemezni? Azért nagyon fontos ez, mert a golf swing, ez a lendület egy nagyon összetett mozgássorozat. Tehát külön összeáll a beállásból, fogásból, illetve a testünk körüli forgatásból. És rengeteg hiba be tud csúszni, rengeteg apró részlet közrejátszik abban, hogy megfelelő módon tudjuk elvégezni a lendítést. Ezért kellenek ezek a nagyszerű applikációk, hogy ezeket most már egyre pontosabban ki tudjuk elemezni. Ezek szerint az okostelefonos applikációs felvétel és elemzés egy bejáratott módja a swing tökéletesítésének? Így van, hát profik, nagy versenyzők ezt egy komolyabb berendezésre csinálják, de ezeknek a útított, egyszerűsített változatát szinte minden amatőr golfozó megvásárolhatja minimális összegért, tehát nem egy nagy befektetés. Most már minden okos telefonon futnak ezek az applikációk, igazából csak kamera kérdése, hogy melyikkel járunk jobban. És tudják ma ezt jó minőségben az okos telefonos kamerák? Te mit tapasztaltál, mit láttál eddig? Most az elmúlt években az Apple kameráit láttam leginkább, tehát az Apple volt leggyakrabban így a kezembe. Ugye sokáig, hogyha jól tudom, majd erősíts meg ebben, az Apple volt az, aki 240 frame-et tudott hozni a kameráival, tehát az pedig az elemzés az egyik legfontosabb tényező. Tehát minél... a nagy frame-nél. Így van. Tehát azt tudja nekünk megfelelően kimutatni. Tehát azért egy profi játékos elég gyorsan lendíti az ütőt, tehát akár ez lendülhet 180 km/h fölötti sebességgel is, amihez azért már kell egy jó minőségű, nagyobb frame-mel bíró kamera. Hát akkor nézzük, hogy mit tud a V10. Nézzük. A alkalmazásnak igazából két módja van, az automatikus és a normál, ami egy elég érdekes elnevezés. Az automatikus lényege, hogy észreveszi, ha a golfozó beáll a swinghez és elvégzi azt, ezt tudjuk is demonstrálni amúgy. Ilyenkor ki is rak egy kis vonalat, hogy hova kéne beállni, de amúgy nem fontos pont oda. És most Barnabás üt még egyet, szerintem hallani fogjuk, ahogy elindul a felvétel. Most történt meg. És most állt le. Igazából az app arra jó, hogy rögzíti magát a mozgást, ugye, mint mondtam, tudja automatikusan is csinálni ezt. És ha akarjuk, akkor ebből az egészből csinálhatunk, akár kézzel, akár automatikusan egy elemzést, a kockáról kockára megnézhetjük, hogy milyen is volt az ütése. Ez először ki kell választani, hogy hol kezdődik az ütés, itt állt be Barnabás. Aztán ki kell választani középen a találatot, ami szerintem ez a képkocka. Majd a végét azt igazából ahol akarjuk lecsípjük, és utána ebből nekünk összerakja a szoftver azt, hogy milyen volt, és ezt mondjuk nem tudom miért kell animálni amúgy, de ha akarjuk, akkor lépésről lépésre megnézhetjük, hogy Barnabásnak ott mennyire ment hátra az ütője, hol volt az ütőfej a találatkor, illetve milyen volt a kivezetése. Tulajdonképpen erre jó ez a szoftver. Vélemény két mondatban? Rettentő gyors, nagyon sokat számít, tehát hogyha mondjuk egy oktatási órában használom, akkor ne azzal menjen az idő, hogy várunk, amíg betölt. Kicsit kevés a funkciója, viszont ez nagyon tetszik, hogy ugye képkockákat külön kiválaszthat, ki tudjuk választani, és akkor az alatt kell megnézni a fontosabb elemeket, hiszen így mindig az adott játékosnak épp a hibáját tudjuk így direktben megnézni közelről egy jó minőségű képen, amit aztán ugye a videóval egy folyamatában is meg lehet nézni. Köszönjük szépen a segítséget! Örültem, hogy kipróbáltuk. Ennek sok értelme lesz utánad. Négy.